Jó reggelt kívánunk az uraknak. Hát nagy vitára nem számítunk, ugye végül is egy oldal vagy egy párt csoport képviseletében Lukóczi Károly, illetve Burán Sándor és az MSZP, illetve a Párbeszéd közös képviselőjelöltjei. Ugye jól mondom, tehát hogy végül is több mindenben nyilván azonos a véleményük, de függetlenül kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan értékelik például a hétvégi miniszterelnök jelölti vitát, amit éppen ebben a stúdióban zajlott. Hát megtisztelő ugyanebben a stúdióban ülni. Szerintem egy biztos nyertese van ennek a vitának, ez maga a választó, és egy biztos vesztese is van ennek a vitának, ez maga az Orbán kormány. Én azt gondolom, hogy ezen belül, hogy hárnyalni akarjuk a képet, akkor minden jelölt hozta az elvárható szintet, mindenki a saját erényeit domborította ki. Változatlan úgy látom, hogy Karácsony Gergely az, aki leginkább egyesíteni képes a választókat, az ellenzéki választókat, és ő az, aki a bizonytalan szavazók legnagyobb részét meg tudja szólítani. Ez a vita előtt is így volt, a vita után se változott. Mit mondanak az emberek? Mit lát? Az emberek üdítőnek tartották azt, hogy láthattak egy ilyen vitát, összecsaptak a jelöltek, összecsapás volt, mert azért volt ebbe bőven vita. Várták már nagyon ezt a lehetőséget. Persze minden szimpatizáns a maga szemszögéből mutatja meg magát. Aki a Karácsony Gergelynek drukkol, az a Karácsony Gergelynek drukkol, és azt mondja, amikor odajön, hogy hú, de jó volt a Gergő. Aki Dobrogrának drukkol, azt mondja, hogy a Dobrográn volt a legjobb ebbe a dologba. Azt látom, hogy várták, és nagyon jól fogadták, hogy ez megtörtént. De vajon edződtek ebben a vitában olyan szempontból kérdező, hogy tényleges vita volt-e, ugye, hogy majd azért jövő tavasszal komolyabb ellenféllel, vagy a legnagyobb ellenfél kell felvenniük a versenyt, ugye Orbán Viktorral, bár vele nem tudom mennyire tervezhető, hogy várható, hogy lesz vita, valószínűleg nem, de mégis milyen esélyeket látnak ez ügyben, hogy lesz-e jövő tavasszal a kormányváltása jelenlegi szituációt figyelme véve. Hát először a vitáról, én 2010 előtt számos választási vitában vettem részt, tehát ha úgy tetszik, nekem rutinom van benne. Most én azt hiszem csütörtökön megyek a saját előválasztási vitámra, és van bennem lámpaláz, mert az elmúlt 11 évben az ilyen típusú vitáktól, hogy az embernek programot kell hirdetni, nem lózongokat kell mondania, fel kell készülni a másik programjából, a vitapontokat hangsúlyozni kell. Ilyen típusú vita a közéletben 11 éve nem volt. Ez biztos valamilyen módon hozzá kell edződni, ez mindenkinek szokatlan. Még egyszer mondom, még nekem is, aki ilyen vitán számos alkalommal vehettem részt, de ez mind 2010 előtt volt. Egyébként pedig a kormányváltás esélyét illetően szerintem napról napra nagyobb az esélye. Az, hogy kezdtem úgy, hogy ennek a vitának a legnagyobb nyertese maga a választó volt, és a legnagyobb vesztese maga Orbán Viktor, mert pontosan az ilyen demokratikus vitakultúra visszahozása a közéletben képes a választókat újra mozgósítani, akik az elmúlt 11 évben esetleg már hajlamosak voltak legyinteni, hogy áll semmi nem változik. Ha már a vitát említettük, önnek is ma lesz pont egy hasonló vitája. Ugye azt gondolom, hogy az ön legnagyobb, már mint ellenzéki oldalon lévő ellenfele, ugye a Jobbik képviseletében, Szilágyi György. Mit gondol, milyen esélyekkel fog neki menni ennek a mai vitának? Szilágyi György egy rutinos politikus, ő már harmadik ciklusát tölti a parlamentbe. Én meg harmadik ciklusomat töltöm a 17. kerületi önkormányzatba, mint képviselő. De már 2018-ban is azt kifogásolta, hogy miért nem nincs egység, és miért nem közösen. Igen, én kértem 2018-ban őt is, és Muck Erzsébetet is, hogy lépjenek vissza. Hát akkor Szilágyi György írt nekem egy nyílt levelet az utolsó nap, hogy én mondjak le az ő javára, mert ő az esélyesebb jelölt a 17. kerületben. Hát nekem sikerült 300-nyi szavazatot szereznem, és 2100 szavazattal lemaradni úgy Dunai Mónika háta mögött, hogy mindenki indult ellenem, aki létezik, a Momentumtól kezdve mindenki. A Momentumnak legyen a javára írva, hogy az előtte lévő nap az a jelölt viszont azt mondta, hogy egyénibe szavazzanak Lukóczi Károlyra, mert ő a legesélyesebb jelölt a 17. kerület, 10. kerülettel összerakott részébe, és én ezt úgy érzem, hogy mai napig is így van, én vagyok az esélyesebb jelölt. Nem várt arra, hogy visszaléptesse a Jobbik önnel szemben Szilágyi Györgyöt? Hát ez nem egészen így volt, inkább engem akartak előtte visszaléptetni a Szilágyi György javára, de a párt kiállt el mellettem. Teljes mellszélesség, és a Párbeszéd is kiállt mellettem, és a főpolgármester úr is úgy azt mondta, hogy nekem indulnom kell ezen az előválasztáson.
Ugye az ön kerületében pedig a DK-s Arató Gergellyel kell, ugye, ha már nézzük, nem csak ő, de ugye ott van még a Momentum Paróciai Anikó is, de azt gondolom, hogy ez egy nagy összecsapás, mind a ketten viszonylag ismert szereplőknek számítanak. Bocsánat, ez mondjuk viszonylag, de hogy ahhoz képest, hogy azért nagyon sok körzetben olyan párt szereplők is vannak, akiknek kisebb az ismeretségük, mint az önöké. Számít ez, vagy pedig ott a helyi ügy számít adott ponton? Bármi számíthat. Hát én 6-szor legyőztem már a Fideszt. Ellenzéki oldalon, most nem akarok álszerény lenni, ellenzéki oldalon ez még senkinek nem sikerült országgyűlési választásokon. És ráadásul ebben a körzetben, illetve ennek a körzetnek az erődjében. Ez nyilván mellettem szól. Ugyanakkor én egy szoros versenyre számítok, egyáltalán nem tekintem ezt lefutottnak, tisztelem az ellenfeleimet, fel fogok készülni, és igyekszem úgy szerepelni, mint aki esélyeshez méltó, mert ha szoros versenyre is számítok, azt gondolom, hogy ennek a hármas versenynek azért mégiscsak én vagyok az esélyese, hiszen ebben a körzetben vagyok jelenleg is képviselő, mióta politizálok Kispesten, vagy a mostani körzetemben voltam egyéni országgyűlési képviselő. Azért kérdeztem ezt, mert az Avest Research tegnap megmérte ugye azt, hogy a vitának milyen hatása volt az emberekre. Ott egyértelműen az jött ki, hogy a Dobrev Klárát tartják alkalmasnak, legesélyesebbnek, tehát ő az, aki vezeti ezt a kört. Ez vajon befolyásolhatja az önök körzetének az egyéni eredményeit? Szerintem itt sok lesz a keresztbe szavazás. Kisebb mértékben ez az országgyűlési választásokon is megmutatkozott. Éppen Karcsi mondta az előbb, hogy voltak olyan ellenzéki szavazók, akik egyéniben egy másik jelöltre adták a voksukat, miközben listán értelemszerűen a saját pártjukat hozták be. Sokkal nagyobb arányban ez most szerintem ugyanígy lesz, hogy egyáltalán nem feltétlenül fognak megegyezni a párok. Lesz, akinek egy helyi jelölt szimpatikusabb, mint ugyanannak a pártnak a miniszterelnök jelöltje, de viszont is, tehát itt mindenféle kombináció előfordulhat, hiszen az előválasztás legnagyobb erénye pont az, hogy itt most nem kell, hogy a párt preferenciákhoz tartsuk magunkat, mindenki miniszterelnök jelöltek közül is, egyéni jelöltek közül is a számára legszimpatikusabbat, legalkalmasabbnak tartottat választatja, és ez így van jó. Elég érdekes, még technikai dolgokra akartam kérdezni, csak egyetlen kérdésére, mit tartanak arról a választással kapcsolatban technikai szempontból helyesnek, hogy az online regisztráció lehetőség is megvan, miközben ugye majd nyilván itt többen fognak tudni majd szavazni, vagy remélhetőleg többen lesznek ebbe bevonva, vagy érdekeltek, de ugye a tavasszal mégiscsak majd igazi választásra lesz szükség. Mit tartanak jobbnak, hatékonyabbnak most ezen a mostani regisztrációs rendszeren, vagy előválasztási rendszeren belül? Én örülök neki, hogy van online regisztrációs rendszer és online szavazás, ez kibővíti azt a kört, hogy minél szélesebb körbe tudják az emberek kifejteni a véleményünket. Én biztos vagyok benne, hogy segít ez. A fiataloknak azért segít, mert ők már nekik ezek teljesen természetes történet, az idősebbeknek meg azért segít, hogy nem kell elbumlizniuk egy szavazófehiségbe, egy szavazófülkébe, ezt otthon meg tudják csinálni, majd az unoka, a gyerek, a fiú, a lány segít nekik, és sokkal nagyobb, szélesebb lesz ez a kör, aki... Ha már önnél van a szó, volt egy fontos, hát kritikus észrevétel, vagy elemző véleménye azzal kapcsolatosan, hogy mit gondol a Fidesz magyarországi kormányzási technikájáról, a riogatásról és egyébekről, ez mennyire lehet eredményes, és ezzel szemben mit tud majd az ellenzék felhoz egy picit, hogyha ezt felidézi nekünk az ott elhangzottakat. Ő mindig riogat a Fideszőnek, ez a lényege, hogy mindig megijesszen valakit, valamilyen csoportot, vagy valakit kiemeljen abból, hogy kiijesz meg minket. Biztos emlékszik mindenki a Soros kampányra. Hát az országot leirakták, fölkiáltottak egy nevet, hogy Soros, ő az ellenség. Gyurcsány, Karácsony, ők az ellenségek, Karácsony Gergely legesélyesebb miniszterelnök jelölt a társaságba, most ő rá kellett rászállni. De hát láthattuk ezt, amikor elkezdődött a Fudan tüntetés, akkor azonnal hoztak öt nap múlva egy gyermekvédelmének hazudott homofób törvényt. Ezzel az eszközzel élnek, hogy ők állandóan ijesztegetnek, riogatják az embereket, hogy most nagyon nagy baj lesz, most meg kell fogni a pedofilokat, és elterelik azonnal a valódi igazi problémákról a képet. Láthatjuk, hogy mi az igazi problémája a magyaroknak. Elmegy a közértbe, kétszer annyiba kerül nagyjából minden, nincs hol lakni, most emelik a legnagyobb ára az üzemanyagot, úgyhogy ezek az igazi valódi problémák, erről mindig eltereli a Fidesz a szót,
magyarul elterje arról a 11 év kormányzásról, ami nem sikerült neki. Ennek az akkor voltak azért például tegnap pozitív bejelentések is, például a hitelmoratórium meghosszabbításáról. Egyáltalán ez pozitívnak értékelik-e? Tehát, hogy nézzük meg, hogy ezt önök hogyan értékelik, ugye az a legújabb hír, hogy egy hónappal meghosszabbítók automatikusan, jövő június végéig pedig a rászorulóknak lehetősége lesz arra, hogy tovább vigyék a hitelmoratóriumokat. Mit gondolnak erről? Hát először is a kormány kicsit későn ébredt. A Párbeszéd frakció már áprilisban benyújtott egy határozati javaslatot az országgyűlésnek hitelmoratórium ügyében, aminek pont az volt a lényege, hogy a rászorultak részesüljenek ebben a lehetőségben elsősorban. Mi akkor ezt úgy határoztuk meg, hogy akinek 30 milliónál nem nagyobb a tőke tartozása, annak a többlet kamaterhét engedje el az állam, úgyhogy ezen a vesztességen a banka fele-fele arányban osztozik. Úgy gondoljuk, hogy aki 30 milliónál nagyobb hitelt felvehetett, az legalábbis az akkori jövedelme szerint nem biztos, hogy rászoruló. Attól persze még csökkenhetett egyik évről a másikra a jövedelme. Ezzel a bejelentéssel alapjában igazából az egy gond van, hogy a részletek nem ismertek. A szokása a kormánynak az, hogy rögtön bejelent valamit, de hogy a részletes szabályok hogyan alakulnak... Mire gondol? Azért azt elmondták, hogy október 31-én automatikusan meghosszabbodik, június 30-ig pedig nyugdíjasok, gyereket nevelőket, vagy gyermeket várók, közmunkások számára is. Akinek csökkent a jövedelme, akinek a vállalkozása... És ki az, akinek csökkent a jövedelme? Melyik évben csökkent a jövedelme? És mi az, ami alapján ezt mondjuk egy bank majd megnézi, hogy csökkent a jövedelme? Milyen kimutatást kell ezt kérni? 20-ban csökkent a jövedelme? Amikor egyébként gazdasági szempontból a legnagyobb volt a válság, akkor volt a válság mélypontja, vagy pedig 21-ben csökkent a jövedelme, hiszen sokan lehetnek abban a helyzetben, hogy az összjövedelme két év alatt azért csökkent neki, de idén már valamivel jobban áll, mint tavaly ilyenkor. Tehát itt például nem volt beleírva, hogy melyik év a számítás alapja. És a vállalkozásoknál azt mondom, a 2020-at előtték. Akkor a NAV-tól kell kérni kimutatást, a munkahelytől kell kérni kimutatást, hogy mennyi volt a jövedelme, és az mennyire csökkent. Szóval ilyen részletszabályokat előbb kell kidolgozni, mielőtt bejelent valamit a kormány, de számos más esetben ugyanezt csinálta. Orbán Viktor rendszeresen bejelent valamit péntek reggel, utána egy ország várja, hogy 3-4 nap múlva a kormányrendelet megjelenjen, hogy a részletek hogyan is néznek ki. Most is ezt. Azt is bejelentették viszont tegnap, hogy ezt a 4000 milliárdos eurós hitelt, pontosabban devizahitelt felveszünk, ugye nem várunk a leúrral most már. 4,5 milliárd euró. 4 milliárd, igen, tehát 1500 milliárd forintról beszélünk. Hát akármiben mérjük, ez egy hatalmas összeg, és jelzi, hogy szépen... De hogy az jó, hogy elébe megyünk, nem várunk tovább az EU-s pénzekre, hanem saját finanszírozásba elkezdjük, hogy folytatjuk a beruházásokat? Mit gondol? Hát a kormány most szemmel láthatóan irtózik az EU-s pénzek azon részétől, amíg felhasználása szigorú feltételekhez kötődik. Nem egy esetben fordult elő, hogy inkább veszni hagytunk 100 milliárdokat, csak ne kelljen norvég alapot veszni hagytuk például, csak ne kelljen olyan szabályok szerint ezt a pénzt elkölteni, amit mondjuk az Unió vagy Norvégia egyébként teljesen kulturált módon szeretne. Ez az egyik része ennek a dolognak. A másik része az, hogy önmagában is jelzi ez a hitelfelvétel, hogy szép lassan azért megyünk bele az adósság spirálba újra, hiszen Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenségeinek az adósságot tekintette 2010-ben, most az ország nagyjából ugyanott tart, hanem rosszabb helyzetben van, mint mikor kezdte a kormányzását, és ez a hitelfelvétel, hitelfelvételi lehetőség is azt mutatja, hogy ez egy komoly veszély. Ugye ez még csak egy előkészület arra, hogy lehetőség legyen, tehát ugye ez még nem tölt el, de nyilván nem játszási államkötvényeket kívánnak kibocsátani. Elfogyott a pénz. Azt gondolom, és senki ne gondolja ezt a hitelt azért fogja fölvenni az Orbán kormány, mert erre olyan szükség van, hogy nekik ezt most mindenféleképpen ezt arra kell fölvenni, hogy a saját gépezetüket mozgásba tudják tartani a további időben is. Magyarul tudjanak működni azok a cégek, akiket eddig is figyelt. Ez nem miértünk lesz ő, hogy nekünk jobb legyen, ezt arra veszik föl, választás előtt nehogy bedőljön az a rendszer, amit ők fölépítettek. Arról nem beszél, hogy egy következő kormány terhel majd, hogy ők lesznek-e, vagy más, az egy más kérdés, mindesetre most átmentél meg, biztos, hogy ez az 1600
milliárd forint, ez arra kell, hogy a saját gépezetük működjön. Ha ezt nem veszik föl, akkor elindul újra a munkanélküliség, mert nem tudják az embereket fizetni, és azok a felfújt számok, amik eddig voltak, hogy milyen GDP növekedés és mit tudott ez a magyar gazdaság, enélkül a pénz nélkül nem fog működni. Úgyhogy nem nekünk veszik föl ezeket a pénzeket, maguknak veszik föl ezeket a pénzeket. Önök látnak olyan kerületi projekteket, amiket, hogyha most nem tudnak finanszírozni uniós pénzből, akkor le kellene állítani, ugye az a cél, hogy azokat vegyék fel, amit esetleg, ha nem kapunk meg az Európai Uniótól, de már elindult projektek, azokat lehessen tovább vinni. Vannak hát veszélyben lévő projektek? Hát igazából az önkormányzatok, a kerületi önkormányzatok most igazából azon gondolkodnak, hogy mi az, amit meg tudnak csinálni egyáltalán. Hiszen olyan mértékben vont el a kormány az önkormányzattól, a budapesti önkormányzatoktól, a fővárosítól és a kerületektől is a pénzt az elmúlt időszakban, hogy minden önkormányzat, a kerületi önkormányzatok is, Kőbányán is, Kispesten is spórolásra vannak késztetve. Azt remélem, hogy ez elindított fejlesztések leállításához nem vezet, én ezt nem feltételezem, de az utak állapotántól kezdve egy csomó más olyan elemig, amihez karbantartási költségek kellenek, az látszik, hogy azért romlanak a közterületek. Nálunk egy 12 milliárd körüli sportcsarnok épül, éppen az átadás előtt van, már az el fog készülni, azt át fogják adni. Az, hogy miből fogjuk üzemeltetni a 17. kerületi önkormányzat, azt nem tudjuk, mert ez a minimum 500 millió forint egy évbe. Ez azt jelenti, hogy 1 milliárd 200 milliót elvisznek szolidatási hozzájárulás adóba, elvettek 800 milliót gépermeadóba, most hozzátesznek még 500 millió üzemeltetését az állam által finanszírozott sportcsarnokhoz, az már 2,5 milliárdnál tart egy szegény önkormányzat, a 17. kerületi önkormányzat. Persze tudom, hogy nem mihez képest ez a szegény, de mégis elvonnak tőlünk folyamatosan pénzeket. Először adják vissza a pénzünket, hogy tudjunk rendesen gazdálkodni, adják vissza az önkormányzat jogait, hogy tudjunk rendesen bánni az iskoláinkkal, óvodáinkkal, mindenre, és utána jöhetnek ezek a sportcsarnok, beruházások. Nekünk egészségügyi intézményre van szükségünk a 17. kerületben. Uraim, köszönjük szépen, hogy itt voltak és elmondták. Köszönjük szépen a lehetőséget.